Először is köszönöm szépen a megtisztelő fölkérést, hogy előadást tarthatok itt a Szegedtek rendezésében. Nagyon röviden egy pár szót arról, hogy talán ugye az, hogy műszaki informatika tanszék, ez néhány embernek új lehet. A szegedi informatikán eddig 5 tanszék volt, amelyek képfeldolgozás, szoftverfejlesztés biztos sokan ismerik. Ezekkel foglalkoztak, és 2011. februárjában létrejött egy új tanszék azzal a szándékkal, hogy az informatikának a műszaki vonatkozásait és az ezzel kapcsolatos oktatás, kutatást erősítse meg. Tehát ez tavaly februárban jött létre, 6 fővel dolgozik ez a tanszék, mérnökök, fizikusok vannak ezeken a tanszéken, és az egyik fontos cél az volt, hogy a mérnök informatikus BSC képzés Szegeden van már egy jó pár éve, viszont az MSC az egész eddig hiányzott. Hát azzal a jó hírrel szolgálok, hogy januártól, illetve februártól indul az MSC is. Tehát mérnök informatikus MSC mostantól kezdve Szegeden is van. Tehát akkor röviden bevezetőként ugye itt elhangzott, hogy valóban ugye az informatikához kötődő eszközök alatt sok mindent érthetünk. Nyilván akár háztartási eszközöket, kézben fogható eszközöket, telefon, stb., amiben ugyanúgy szoftverek futnak, processzor van bennük, de van egy olyan részük, ami a külvilággal kapcsolatot kell, hogy tartson. Ott tehát valódi jelek vannak, ezeket valahogy a számítógépbe kell juttatni. Ehhez kapcsolódik a téma, azt a címet találtam neki, hogy szenzor-számítógép interfészek. Számítógép alatt ne feltétlen csak laptopot, PC-t vagy esetleg tenyérbe hordozható számítógépet gondoljunk, hanem egész parányi célszámítógépeket, egycsipes számítógépeket is érthetünk ez alatt. Egy rövid vázlat ezeknek az általános felépítéséről. Bármilyen modern, sőt, indíthatok kicsit messzebbről is. Tehát, hogyha azt mondom, hogy érzem, hogy itt az jó meleg fúj ebből a kivetítőből, az valahogy, hát jó, van hőmérséklet, fizikai tanulmányokból talán még visszaemlékeztetünk rá, az ugye részecskék mozgása. Na de hát honnan tudom, hogy az meleg? Tehát hogy jut el az információ feldolgozásig? Hát különböző folyamatokon átalakul, kémiai folyamatok, fizikai folyamatok, elektromos jelek keletkeznek, amelyek ugye közvetítik az információ feldolgozó központba ezeket a jeleket. Eddig ezek csak jelek, adatok, és az információ feldolgozása fogja majd elmondani, hogy ez tulajdonképpen kicsi, nagy, pont jó, változtatni akarok rajta, nem, és itt van. Teljesen ugyanezen az elven, tehát mondhatnám, minden élőnél így működik. Ilyen a látás, ilyen a tapintás, és így tovább. Rengeteg mindenre lehet gondolni. Teljesen ugyanezt a sémát másolta le az ember, amikor gépeket szerkesztett, hogy ne neki kelljen már dolgokat megcsinálni, legyen helyette valami más, ami helyette elvégzi a dolgot. Egy modern műszergép eszköz fölépítése persze így néz ki valahogy. A legfontosabb cél az, hogy az eszköz nagyon hatékony legyen. Tehát nyilván akkor jó egy eszköz és gép, hogyha minél több terhet levesz a vállunkról, ami azt jelenti, hogy nagyon hatékony kell legyen a földolgozási rész. Tehát ezt a sémát lehet manapság leghatékonyabb módszerrel megtalálni. Ugye régebben különböző furmányos fogaskerekekkel, egyebekkel tudtak gépeket szerkeszteni. Aztán megjelent az elektronika, ami óriási lökést adott neki. Miért pont az elektronika? Azért, mert a feszültségeket könnyű összeadni, kivonni, szorozni, osztani, tehát ezek mögött persze matematika, meg fizikai modellek vannak, amelyeket egyenletekbe fordítunk le, és ez fogja majd az információ feldolgozást jelenteni. Tehát vannak ezek a külső jelek, amelyeket átalakítunk szenzorok segítségével elektromos jelekké, vagy úgy mondanám elektronikával kezelhető jelekké. Mik lehetnek ezek? Feszültség, áram, ellenállás, kapacitás, induktivitás, leginkább ez az 5. Ezeket elektronikával kezelni tudjuk. Tehát, hogyha van olyan eszközünk, amit szenzornak hívunk, ami a külső jeleket, hőmérsékletet, fényintenzitást, elmozdulást, erőt, deformációt, gyorsulást átalakítja elektromos jelekké, akkor az már elektronikával kezelni fog, tudjuk. Persze ezek a jelek lehet, hogy kicsik, a feldolgozást általában az információt szeretjük elektronikában, az feszültség formájában van, nem pedig ellenállás formájában, azzal nehezebb állni. Ezért ezeket a jeleket vagy föl kell erősíteni, vagy feszültséggel kell alakítani, ezért van egy úgynevezett jelkondicionálás, ami alatt ezt értsük, tehát ezek lehet erősítés, lehet feszültség, konvertás, bármi hasonló, de analóg elektronika, tehát elektronika. Aztán jön egy olyan egység, ami az elektromos, de egyébként időben, amplitúdóban folytonos, tehát valódi, továbbra is még valódi jeleket számokká alakítja át, azaz digitalizálja. Ezt analóg digitál átalakítónak hívjuk, ezt az eszközt. Tehát ez megteszi azt a szívességet, hogy az elektromos jeleket, egyébként itt már feszültséget,
egész számokká alakítja. Ha viszont egész számaink vannak, nyilvánvalóan onnantól kezdve a földolgozást csinálhatjuk. Digitális áramkörökkel, processzorokkal, és hát innentől kezdve szoftverrel. Működik visszafelé is a dolog, hát be is akarunk avatkozni, tehát a mosógépnek föl kell melegíteni a vizet, pörgetni kell a dobot, meg kell mérje a tömegét ugye a ruhának, és így tovább. Ezért beavatkozni is szeretnénk, tehát szeretnénk, ha ez a gép be is tudna avatkozni a külvilág dolgaiba. Ehhez az kell, hogy az ő általa létrehozott információt küldje ki, azaz szükséges lesz egy olyan eszközünk, ami digitál analóg átalakítónak hívunk, ami a számokból feszültséget vagy áramot tud csinálni, és aztán megint csak szükség van egy analóg elektronikában, ami azt csinálja, hogy az úgynevezett aktuátort, ami lényegében azt csinálja, hogy tehát hatást gyakorol a külvilágra, elektromos jellel vezérelve, ezt aktuátornak hívjuk, megfordítása a szenzornak, hatás. Például ilyen egy fűtőszál, például ilyen egy elektromágnes, például ilyen egy motor, például ilyen egy LED, egy lézerdióda, sorolni lehetne. Ugye, ami különböző hatásokat hoz létre. Lehet csoportosítani ezt a dolgot. Tehát az első része, nem túl élesek ezek a csoportok, az első része fizika, kémia, biológia témakörébe tartozhat, ahol ugye a jelek vannak, illetve a szenzorok vannak. Tehát lehet gázszenzorokra gondolni, EKG jelek mérésére, és itt van rengeteg minden. A következő rész az elektronika világa. Az elektronika tulajdonképpen lefedi persze a processzornak egy részét is, meg a konverziót, meg a jelkondicionálást, és itt a szenzorokat természetesen, tehát elektronika témakörébe csoportosítható ez a rész. Aztán ugye a fönnmaradó rész pedig informatika, illetve hát valamelyest természetesen matematikához kötődő dolgok, ahol már ugye az analóg digitál átalakításnál egész számok vannak, ott már az információ digitalizálva van, bitek formájában van, tehát azt már nyugodtan tekinthetem az informatika témakörébe tartozónak. Mondhatom azt, hogy a valós jelek valahol ebbe a tartományban vannak, persze megint csak nem éles a határ, és akkor ugye szokás azt mondani, hogy virtuális, ami nem kézzelfogható, hanem mondjuk szoftveresen. Az adatok is akár szoftveresen vannak kezelve, létrehozva, ami azt jelenti, hogy nem igazán valós jelekről van szó, de egyébként nagyon is valós mérésről is eszközről van szó. Példa, hát az okostelefon is, de a nem okostelefon is természetesen példa erre, de akármilyen telefon. Ez hogyan kommunikál a külvilággal? Hát egyrészt van egy rádiófrekvenciás adóvevője, ami az antennát kezeli, és az elektromágneses hullámokat adja és veszi. Ez az egyik dolog. Aztán mikrofon, az ugye egy szenzor, légnyomás szenzor egyébként, ugye a légnyomás időbeli változásait tudja detektálni. A hangszóró az egy aktuátor, amit egyébként egy elektromágnes hajt, és a fejhallgató úgy szintén. És akkor hát az, hogy a telefon rezegni tud, nyilván az is egy valódi dolog. Azt egyébként nem tudom ki mennyire tudja, házi feladat szétszedni egy telefon. Ott a jobb oldali sarokban látható, hogy van egy kis parányi motor, és ezen egy excentrikus, tehát egy henger szelet van rajta, az pörög, akkor nyilván az excentricitása miatt ez rezgetni fogja a telefon. Tehát csak meg kell pörgetni, meg nem. Egy bittel lehet kibekapcsolni. Érintőképernyő, az is ilyen, ugye? Tehát az egyrészt fényt kelt, másrészt pedig érzékeli ugye az ujjnak a mozgatását, kapacitív érzékelés módon különben, ugye? Tehát van két érintkező, amik nem, tehát két kontaktus, amik nem érintkeznek egymással, tehát nem nincs vezetés köztük, valami kapacitása van ugye bármilyen két fémnek valamilyen távolságra egymástól. Ha az ujjunkat közelítjük hozzá, meg fog változni a kapacitás értéke. Ha távolítom, akkor meg úgy szintén. Következésképp lehet mérni, hogy ez egyrészt hol történik, másrészt pedig közeledik az ujj vagy sem. Jó, és hát természetesen a optikai szenzor is van egy telefonban, ma már az összes telefonban, tehát külön mizéria olyat szeretnék venni, amiben nincs, mert mind be van. Az azt jelenti, az fényt detektál különben. És a fényt tudja digitalizálni, nem is túl rossz minőségben, ugye? Tehát elég jól működnek ezek a dolgok. Tehát nagyon röviden összefoglalva, a szenzorok valami olyasmit csinálnak, hogy feszültség, áram, ellenállás, kapacitás, induktivitás van a kimeneteiken, rengeteg különböző fizikai jelet lehet velük egyébként. Néhány egyszerű példát mutatok erre. Például egy potenciométer az használható szenzorként, hiszen ugye az egy csúszó érintkező egy vezető részen, nyilván az ellenállás, minél távolabb csúsztatom az egyik kontaktustól ugye az érintkezőt, annál hosszabb fémről van szó, vagy többféle van fémréteg, szénréteg, többféle ellenállás van. Ez azt jelenti, hogy a távolságtól függ az ellenállás érték. Ez egy szenzor is lehet, ha olyan kivitelű. Ráadásul lineáris, tehát elég egyszerűen meg lehet kapni, ezt még olyan középiskolás ismeretekkel is egészen könnyen lehet kezelni. Jó, ellenállás. Na hát ellenállásból áramot csinálni nem túl, feszültséget csinálni nem túl bonyolult, ugye egy áramot átengedek rajta, mindjárt feszültség keletkezik rajta. Aztán
gyorsulás, gravitációs szögsebesség mérésére szenzorok vannak. Az elv az az, tehát látszik egy ilyen H-alakú, egyébként rugalmasan deformálható vezető réteg, közötte pedig szintén vezető részek vannak, nem érnek össze, tehát kapacitás van köztük, ami mérhető, és hogyha a gyorsulás éri, akkor deformálódik, ezáltal megváltozik a kapacitása, tehát mérhetővé válik, feszültsége lehet konvertálni, és mérhetővé válik. Nagyon hasonló elven működik a szögsebességszenzor, ott látszik alul egy ilyen tárcsa, hogyha ezt forgatjuk, és ezen van egy rezgő tömeg, akkor ugye ezt elkezdjük forgatni, akkor a rezgő tömegre egy oldalirányú erő, tehát ha így forgatom, akkor ugye az nem akar elfordulni, ezért, hát talán nem tudom, a tanulmányokból vissza lehet-e még idézni az úgynevezett Corioli-féle erőt, talán igen, de ha nem, akkor utána lehet nézni. Létrejön egy ilyen erő, majd igen, csak deformációt hoz létre. Hát ezeket az eszközöket mikrométer méretbe csipre rá tudják tenni, ugye ott látszik néhány gyorsulás és szögsebesség szenzor csip, 200 forintos mellé van letéve. Erre én mutatok egy alkalmazást is, ezt egy BSC-s hallgatónk némi csapatmunkával besegítve készítette. Ez egy kajakmozgás elemző műszer, amit itt a szegedi kajakosok használnak is, egy ilyen kísérleti fázisban van. Ezt a kajaknak az aljába lehet rögzíteni, van benne gyorsulásszenzor, három tengely mentén tudja mérni a gyorsulást, a forgást is tudja mérni, azaz tudja mérni a kajaknak az ilyen irányú gyorsulását, lassulását, tudja mérni a billegését, tudja mérni a lefölbólogatását, oldalirányú bólogatását, ezeket mind tudja regisztrálni, és utólag kiszippantjuk az adatokat belőle, és számítógépen meg tudjuk jeleníteni az adatokat. Így néz ki a fölépítése, egyetlen egy csipes számítógép van benne különben, ami azt csinálja, hogy egy nyomógomb hatására elindul a mérés, egy LED-del visszajelzünk a felhasználónak, hogy azért lássa már, hogy ez ugye a nyomógomb az aktuátor, a LED egy aktuátor, a nyomógomb hát szenzornak kicsit nehezebb nevezni, de mindenképpen ugye egy valódi elmozdulásnak a detektálását teszi lehetővé, egy micro SD kártyára történik a mérésmenet közben, egyetlen csipen az analóg digitál átalakító kezdve minden rajta van, egy parányi csipről van szó, tehát centiméter alatti méretű csip egyébként, és aztán ugye a jobb oldalon azok a diagramok át a gyorsulás, illetve szögsebesség szenzorokat jelentik, még akár külső szenzorokat csatlakozón hozzá lehet kötni, lehet például EKG-t mérni menet közben is így tovább, és akkumulátor, hát nem elemről, hanem mobiltelefon akkumulátorról megy egyébként. A jószág így néz ki a nyomtatott áramköri lap. Tehát az ott van ott egy ilyen kerek, fekete színű jószág, az egy zümmer, tehát ez egy parányi kis hang, piezo hangszórócska, ami hát egy frekvencián tud hangot adni persze. Mellette látszik a mikrovezérlő, ami ugye egy egycsipes számítógép. Ott van a micro SD kártya, és ott fönt pedig az a három integrált áramkör, azok pedig a gyorsulás szenzorok és szögsebesség szenzorok. Tehát így néz ki ez az áramkör. Ezt hallgatók tervezték, és a szoftvert is ők írták. Így néz ki a mért jelalak. Tehát nem tudom, mennyire látszik messzebbről, talán nem annyira látszik, úgy közelről sem nagyon jól, bocsánatot érte. Itt látszik az, hogy különböző evezési fázisokban a gyorsulás jel hogy néz ki, a fekete színű a gyorsulás jel, ami az előre-hátra irányú gyorsulás mutatja, a piros színű pedig egy szögsebesség jel. Tehát ebből például azt lehet látni, hogy a bal és jobb kéz nem egyformán húz. Kapásból ezt lehet látni. Látszik, hogy a maximális gyorsulás körülbelül akkor van, amikor mellette van a lapát. Elég meglepő, hogy nem gondolná előre az ember, hogy egy gyorsulás jel az hogy fog kinézni, amikor ugye egyébként megnézem, hogy a kajak hogy mozog. Jó, tehát ebben rengeteg információt ki lehet szedni, többek közt evezési minőséget lehet ezekből megtudni. Deformációt, erőt, nyomást is lehet viszonylag egyszerűen mérni. Az a négy, van egy rugalmas rész, ami ha erőt hatok rá, deformálódni tud. Azok vékony réteg ellenások, amik ott fekete színnel vannak jelezve. Ez azt jelenti, hogy ha deformáció éri, akkor ezek megnyúlnak. Következésképp az ellenások megváltozik. Hogyha ezt a négyet egy ilyen úgynevezett híd kapcsásba tesszük, és egy feszültséget adunk rá, akkor ha megváltoznak az ellenások értékei, akkor feszültséget lehet mérni. Ilyen elven működnek az összes elektronikus nyomásszenzor, például vérnyomásmérő készülékbe levő nyomásszenzor, ezen az elven megy. Láttam olyat, hogy mondjuk egy 2-3 mm vékony cső, úgy hívják, hogy katéter, amit földugnak ugye a koszorú érbe, nem kívánom senkinek igazából, hogy ilyenen átessen. Na, annak egy parányi kis ilyen nyomásszenzor van a végén, tehát a drót, ott a négy drót, ami kijön a katéter végéből. Aztán vannak olyan, ezek olyan inkább ipari kivitelűek,
meg tudom őket mutatni, tehát vannak ilyen szenzorok, itt pár centiméter, 1-2 centiméter méretűek ezek a szenzorok. Ma már például csinálnak olyat, főleg kamionok esetén, hogy a gumiba be van téve egy ilyen szenzor, menet közben van egy parányi kis komputer, mikrovezérlő, ami folyamatosan méri a nyomást a tömlőbe, és hát mivel vezetéket macerás ugye egy forgó tengerről átvinni az autóba, főleg több vezetéket, ezért elektromágneses hullámokkal, azaz vezeték nélküli kommunikációval továbbítják az autó komputerének, menet közben lehet a nyomást látni. És hogyha az egyikben kezd csökkenni a nyomás, úgy kamionnal, akkor azért jó lenne vigyázni, és akkor nem lennének ilyen keresztbe csíkok az ötösön, elég sűrűn különben. Tehát ilyenekre használják a nyomásszenzorokat. Gyorsulásszenzor alkalmazás még egy eszembe jut. USA-ban már csinálják azt, hogy talán Európában, meg Magyarországon is kezd olyan lenni, hogy defibrillátorok vannak az utcán. És akkor, hát ha valaki rosszul van, infarktus kap, akkor egy újraélesztést lehet ezzel csinálni, illetve hát tudjuk azt, hogy mellkast kell adott ütembe és adott erővel nyomni, hogy újraéleszthessük. Létezik olyan, hogy a gyorsulásszenzor méri, és az újraélesztő embert instruálja, hogy milyen ütembe és milyen erővel nyomja a pácienst, hogy mindjárt a defibrillátor mellett van egy gyorsulásszenzor. Autóban is van gyorsulásszenzor, ha például az autóval ilyet csinálnak, az nem túl egészséges, ugye a gyorsulásszenzor a gravitációt is érzi természetesen, az is deformációt hoz létre, úgyhogy például ilyen lopás ellen és egyebek miatt is. Oké. Hőmérséklet, többféle hőmérséklet méréssel van. Van egy olyan, amit úgy hívnak, hogy termoelem, ez gyakorlatilag két különböző fémet összeérintünk, és a kontaktust, ha melegítjük, hát egyáltalán egyébként egy fémbe is, hogyha a különböző hőmérsékleten az egyik és másik vége feszültség jön létre. Két fémet szoktak használni erre a célra, és akkor, hogyha melegítjük az érintkezési pontot, akkor sajnos elég kicsi feszültség keletkezik. De ez a feszültség felerősíthető, jelkondicionálás, és utána digitalizálható, tehát hőmérsékletmérést lehet számítógéppel is végezni. Van más is, ami egyszerűbben használható, a termisztor, ami tulajdonképpen egy parányi kis ellenállás, félvezető, aminek az ellenállása hőmérséklet függvényében ilyen nagyon erősen változik, csökken, ahogy a hőmérséklet növekszik, és nagyon érzékeny, és rendkívül olcsó, nagyon egyszerű használni. Tehát ilyeneket is tudok majd mutatni. Jó, platinaszálat is használják erre. Az egy fém, aminek az ellenállása erősen, valamennyire hőmérséklet függő, viszonylag jó erősen hőmérséklet függő, tehát a szenzornak jó. És akkor még mutatnék egy olyat, ami úgy hívunk, hogy fotoellenás, vagy fotocellának is szokták hívni, ahol ugye látszik valamennyire talán, hogy ott egy ilyen hullámba fölvitt réteg, inkább ilyen hullámba fölvitt réteg van, ami egy vezető anyag, viszont fény hatására sokkal jobban vezet, mint anélkül, tehát optikai szenzorként használható. Használható egyébként az ilyesmi arra is, hogy az ujjban, ugye amikor a szív bepumpálja a vért az ujjba, akkor ott a hajszálerekben megsűrűsödik a vér, amikor pedig elernyed a szív, akkor pedig ritkul. Hát, hogyha jól látnék, akkor ugye itt látnom kéne a lüktetést, a fényöztartót, de nem látom. Főleg azért nem, mert ez nagyon-nagyon picike változás. Na de hát meg tudjuk mérni szenzorokkal, föl tudjuk erősíteni azt a jelet, ami a változás, és onnantól kezdve ezt láthatóvá tudjuk tenni. Itt van egy konkrét mérés erre vonatkozólag. A felső jel egy új begyben mért tulajdonképpen nyomásváltozással arányos jel, alatta pedig egy EKG-jel látszik. Jó, tehát valahogy így néz ki. És akkor nagyon sokféle szenzor van, még páratartalom szenzor, aminek az alkalmazásai közt lehet olyan, hogy legutóbb egy olyat kértek, hogy csináljunk meg egy olyan elektronikát, mert a rózsatöveknél 95%-os páratartalmat tart. Kellett hozzá egy ilyen szenzor, kellett hozzá egy mikrovezérlő, ami kibekapcsolta a párásítókészüléket, aztán ennyi volt a megoldás. És hát rengeteg minden más van, pH érték, folyadékszint, áramlási sebesség, mágneses tér, gázkoncentráció, alkoholszonda, ugye, és így tovább hasonló fejlesztéseket lehet csinálni. De az elv az az, hogy csak akkor csináltunk tehát rengeteg kutatási feladatot csináltunk, számítógép vezérelt műszereket, aztán később igény mutatkozott arra, hogy az oktatást is segítsük ezzel. A Ságvári gimnáziumban például 20 darab ilyen kis szenzor interfész van, amit USB portra lehet kötni, rengeteg különböző szenzort lehet nagyon könnyedén hozzákötni, és akkor mostantól kezdve az informatika labor már fizika labor is, mert csak annyit kell, hogy mellé rakunk 2-3 ilyen parányi eszközt, és onnantól kezdve ezzel valódi fizikai méréseket lehet csinálni, sőt, biológiai méréseket is lehet csinálni vele. Az elv az, hogy a csatlakozón van egy fix feszültség, van egy bemenet, meg persze a nulla volt, és hogyha feszültséget mérünk, az közvetlen ide tudom kötni,
Hogyha áramot mérek, akkor egy ellenállást belül egy szoftveresen rákapcsolok, ha pedig ellenállás van, akkor szintén szoftveresen egy ismert ellenállást sorba kötök azzal, amit mérni szeretnék, és onnantól kezdve feszültséget tudok mérni. Tehát ez az elv. Ezt én át is lapozom. Tulajdonképpen egyetlen mikrovezérlő van benne, de talán jobban látszik a nyomtatott áramköri rajzán, tehát ezeket meg lehet majd nézni, meg is mutatom a működését rövidesen, és akkor igyekszem nem nagyon húzni tovább az időt, tehát ekkora eszközről van szó. És van benne egy csipes számítógép, vannak benne a bemenetén néhány ellenállás, meg egy erősítő, ami a jeleket kezeli, és egy USB interfészen keresztül a számítógépbe jut a jel. Csináltunk ebből egy még kisebb verziót, ami kettő szenzor fogadására alkalmas, az előző az három szenzor. Ez viszont azért nagy előny, mert tehát egyrészt kisebb valamivel, közvetlenül akár csatlakozó nélkül is az USB portba lehet dugni, és a digitalizálás nagyon nagy felbontású. 24 bites számokat kapunk a digitalizás során, ami úgy tudnék érzékeltetni, hogy mondjuk a Budapest-Szeged távolságot, mintha 1 cm felbontással mérnénk meg. Tehát iszonyatosan nagy érzékenysége van. Egy mágneses szenzorral a föld mágneses terét primán lehet mérni, és elképesztően kicsi hőmérséklet különbséget észre lehet venni vele, és rendkívül sok minden más dolgot is. Nagyon sok szenzort, hát az előbb felsorolt szenzorokat gyakorlatilag közvetlenül hozzá lehet kötni. Nem kell semmilyen külső elektronika, tehát egész egyszerűen azt tudom csinálni, hogy a szenzorokat így, ahogy van, bedugom a bemenetekbe, semmiféle külső elektronika nem kell hozzá, és ezek működőképes eszközök. Megemlítem azért, sokan ismerik az Arduino-t például, amiket lehet használni olyasmire, hogy szenzorokat köthessünk hozzá, de nem ilyen módon. Arról nem is beszélve, hogy annak az analóg elektronikája azért az eléggé kérdőjeles. Nem írtam ide, de például azt ajánlják az adatlabba, hogy altassuk el a processzort addig, amíg mérünk. Hát ez annyira nem vonzó dolog egyébként. De lehet használni nagyon sok mindenre. De nem mérőműszer. Ez meg az. És még kettőre fölhívom figyelmet, valószínűleg ezt is nagyon sokan ismerik. Az egyik a BeagleBone, ami egy nagyon olcsó egylapos PC, illetve a másik a Raspberry Pi, ami most rendkívül elterjedté kezd válni, hát azért, mert elképesztően olcsón odaadják az embernek, föl lehet rá egy Linux pakolni, és akkor onnantól kezdve lehet használni. Ez tiszta, az első, tehát a BeagleBone-ban van analog-digitál átalakító, tehát a szenzorok jelének a mérésére is valamilyen szinten alkalmas. A Raspberry Pi önmagában nem, tehát az egy külső elektronika kell, például ezt simán be lehet dugni a Raspberry Pi-ba, és onnantól kezdve lehet mérni vele ugyanúgy, mint ahogy azonnal fölismeri az oprendszer az eszközt, semmi installálást nem kell csinálni. Én itt ezen a ponton befejezném, ez az a oldalunk, ahol sok információ elérhető, és akkor egy-két megmutatok mérés közben egy-két szenzort. Van itt például ebben az adatgyűjtő műszerben, aminek a fotóját mutattam, ebben van itt egy infra LED, tehát infrasugarat bocsát ki, és van egy infradetektor, ami ugye arra jó, hogy nagyon-nagyon föl van erősítve ennek a jele, tehát jó arra, hogy mondjuk detektáljunk mozgásokat vele, de arra is jó, hogy a vérnyomást megmérjük vele. Kicsit izgulok, úgyhogy nagy a pulzusom, bocsánat. Tehát itt az látszik, persze meg ha dumálok, akkor más. Tehát nyilván a mozgást minden nagyon érzékeny, tehát ezeket veszi, de ugye nyugalmi állapotban, amiben ritkán vagyok. De ott azért egész korát jelet lehet kapni. A szoftver az olyan, hogy tudunk olyat csinálni egész egyszerűen, hogy ráteszünk egy színmetszés detektálást, és akkor ott a jobb oldali részen szívítések közti időt lehet látni szekundán. No, tehát ez egy beépített szenzor, tehát ez semmi nem kell, tehát mondjuk biológia órán abszurdum meg lehet mutatni. Meg hát kötve hiszem, hogy vérnyomás jelet ilyen formában túl sokan láttak volna. Egyébként a vérnyomás jelnek a maximum értéke az, amit ugye beszoktak mondani, hogy 140/85. Próbáltam udvarias számokat mondani, viszont a felső érték a 140, a 85 meg az alsó pont. Ez nem kalibrált persze vérnyomásra, tehát ez csak a jelnek az alakját adja vissza hülyen, nem magát a vérnyomás értéke. Jó, be van dugva még egy-két szenzor. És akkor, hát hogy ne kelljen
mindig beállítgatni, hogy milyen szenzor van elkötve, egy különböző fájlokba lehet definíciókat elmenteni, és akkor utána lehet indítani egy másik dolgot. Ez egy termisztor az első csatornán, a legfősön, tehát itt Celsius fokban lehet látni a hőmérsékletet. Hát jó meleg van itt a kivetítő közelében. Mellette ez egy fotoellenás, aminek mutattam az ábráját. Ugye ha letakarom, akkor nagyobb az ellenás, ott ómokban látszik bal oldalon az ellenása. Ha elengedem, akkor pedig kicsi, mert akkor a fény belejut. Az alsó pedig, hát hogy azt mennyire tudom használatra bírni, az alsó pedig egy mágneses térszenzor, halszenzor, lehet, hogy így ismerjük. Tehát ugye a halszenzorok, ha egy mágnest közelítek hozzá, meg távolítok tőle, akkor ezt tudja detektálni. Tehát tulajdonképpen a egyrészt távolság, elfordulási, szögmérésére is alkalmas, illetve szokták használni olyanra, amit tudom, hogy a főtengelynek a fordulatszámát mérik. Bicikli küllőn van egy mágnes, azt egy halszenzor detektálja, ugye, hogy hány fordulatot tett, meg mennyi idő alatt történt egy fordulat, ebből sebességet számít. Tehát az is ugyanezen az elven működik, rengeteg más feladatra is használható egy halszenzor. Jó? És akkor mutatok még egy eszközt, ami pedig, hát azért, hogy kicsit kényelmesebb legyen a dolog, ezért egy kis nyomtatott áramköri lapra raktuk a szenzorokat. Van rajta egy hőmérséklet szenzor, ami ugyanúgy, mint ahogy az előbb mutattam, egy termisztor, tehát egy hőmérséklet függő ellenás. Van rajta egy páratartalom szenzor, meg van rajta egy abszolút nyomás szenzor. Van olyan nyomás szenzor, ami relatív, ami azt jelenti, hogy két kivezetése közti nyomáskülönbséget tudja mérni, ez viszont az abszolút nyomást tudja mérni, tehát vákum van a túloldalon. Nézzük, hogy ez mire jó. Hát, és akkor persze, ha akarom, megmutathatom számértékbe is a dolgot. Főse a hőmérséklet fog Celsiusba, megfogom, hogy azért menjen már arrébb. Az alatta levő a relatív páratartalom, tehát az RH az ugye a relatív humidity-ből származik. Az alatta levő, azt egy kicsit macerás megfújni, ez egy nyomásszenzor, ugye kilopaszkába szeretik bemondani valamiért ugye a nyomás értéken. Tehát azt lehet, hogy jobban látjuk az időfüggő görbén. Jó, tehát ami ugye nyomást méri. Egyébként nyomásszenzorokat használnak olyanra, hogyha nagyon érzékenyen digitalizáljuk, akkor lehet arra használni, hogy magasságot mérjünk vele, a légnyomását. Vagy folyadékszintet lehet mérni például a nyomásszenzorokkal. Hát ez mondjuk egy demója mondjuk egy barométernek, vagy némi, kicsit elegánsabb megfogalmazva a meteorológiai állomásnak. És akkor azért egy dolgot még mondanék azzal kapcsolatban, amit elhangzott a bevezetőben, nem részemről, hogy ugye a web az egy kicsit más, mint ez. Hát azért azt gondolom, hogy elég erősen köthető ez az internethöz, mégpedig olyan módon, hogy vannak úgynevezett remote laboratóriák, lehet, hogy sokan hallották már, ami azt jelenti, hogy a szenzorok itt vannak, de mondjuk a szoftver innen az adatokat elküldi mondjuk Svédországba, és a műszer képernyő meg ott van. Tehát ad abszurdum lehet olyan mérőműszereket csinálni, amelyek a Földet körül fogják, ugyanakkor interneten közlekednek. Nem teljesen mindegy, hogy közlekedik az adat, az adók digitál konverterről, most hogy USB porton jön a számítógépbe, vagy pedig interneten keresztül, ez gyakorlatilag ebből a szempontból már nem különleges. Telemedicinát lehetne fő példaként sorolni, ugye, hogy távolról lehet azt érzékelni, hogy mondjuk a páciensen különböző szenzorok vannak, hogy valami gond van-e. Nagyon sok ilyet lehet csinálni, és tehát nyilván ez egy kúrens téma manapság. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha bármilyen kérdés van, szívesen válaszolok. Meg lehet nézni a szenzorokat, ki lehet próbálni, nyilván majd a következő, de az utolsó előadás után, hogy addig ne foglaljuk az időt, de utána olyan szívesen megmutatom őket. Ki lehet próbálni. Köszönöm szépen a figyelmet.